Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, szevasztok srácok, egy picit lehet, hogy elcsúsztam ezzel a videóval, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Fogalmazunk meg úgy a dolgot, hogy november 5-én írtam ki, most december 7-e van, és valószínűleg ezt, amikor ti látjátok, akkor lesz december 10-e környékén, vagy lehet, hogy még később. A lényeg az az, hogy eljutottam végre addig, hogy megcsináljam nektek a Facebook kérdések, tököm tudja a 7. videóját, új kamerával új beállással, mert ezt jobban szeretétek, ezt a kamera positiont, és most gondoltam, akkor megint ide rakom, a fél fejem világít. Csak, mert innen nincsen fényem, és valószínűleg nem is lesz, viszont majd ezt írjátok meg, hogy mennyire tetszik, nem tetszik ilyesmi. Mondom vagyok, hogy vágjunk is bele. Első kérdés Sándor, tette föl, hogy milyen most így jogosítvánnyal lenni? Sándor, az a helyzet, hogy Sándor, mit csinál a név? Sándor, Dor Sándor, Sándor, Dorsán, Dorsán, de Sándor, Dorsán, Dorsán. Szóval a lényeg az az, szabadabb. És így felnőttebb, és így tökre bejön az érzés, hogy egy darab kis plastik kártya, ami mögött baromi sok felelősség van, az ilyen tökre szabaddá teszi az embert, ilyen szabad, vagy bármikor, bárhova el tudok menni, hogyha van pénzem rá, és így fújó érzés az egész. Szabadabb. Miért csinálom ezt? Nagyon. Ricardo, kérdezni, hogy mi a véleményed a régi videóidról, esetleg röhögnél, ha megláttad magad pár évvel ezelőtt, vagy hogy akkor így milyen voltál, és most milyen vagy? Abszolút, nem azt mondom, hogy szoktam ilyet csinálni, de egyszer-kétszer ezért belefutok én is egy-két videómba, el tudok képedni, hogy mennyire kretén voltam, és azon is el tudok képedni azon főleg, hogy ez nektek mennyire tetszett annó. Az olyan videóknál, amiknél valamilyen szintén benne volt az én véleményem, és benne volt az én stílusom, ott tök jó látni, hogy régen is meg volt bennem ezt, hogy kimondtam azt, amit gondolok, most is megvan bennem ez, csak mondjuk most már kicsit most már amondó vagyok, hogy kicsit azért más érvekkel és kicsit észebb érvekkel tudom ezeket alátámasztani, de egyébként abszolút röhögök meg, fun. Sokszor gondolkoztam, hogy lehet, hogy kéne csinálni egy ilyen reakció a régi videóimra című videót. Nem tudom, hogy szeretnétek-e. Jelezzétek egy like-ot, ha szeretnétek ilyet, és akkor majd meglátom, mit tehetek. Kinga kérdezi, hogy szereted a kókuszos sampont? De nem tudom, nem feltétlenül kóstoltam még a kókuszos sampont. Meg nem tudom, hogy ezt miért kell szeretni. Kicsit most zavarba vagyok. Nem gondoltam volna, hogy valaki is samponos kérdés zavarba fog hozni. Panna kérdezi, milyen a végzős év? Hogy mondjam, jobban fostam tőle 9-ben, mint ahogy fosok tőle most. Azt mondjam, én mondom azt most, hogy fosok, mert borzasztóan megy, nem egyébként. Atyám, bazdmeg elvíj. Szóval jobban féltem tőle annó, mint most, mert azért 12-ben az ember, amikor rájön arra, hogy nem úgy van az érettségi, hogy nyomják az anyagot, érettségi, dur, nyomják az anyagot, állj, felkészülünk az érettségire, gyakorlunk az érettségire, ismétlünk, és utána jön az érettségi, és én erről a szakaszról nem tudtam. És itt tök jó, hogy tényleg gyakorlunk rá, és megy rá a felkészülés, és így kicsit amondó vagyok, hogy egy kicsit ezt a stresszest így, kicsit ezt a stresszt lenyomta bennem. És így nem félek ma annyira tőle. De egyébként kicsit úgy az van bennem, hogy jobban félek a műtétemtől, ami majd lesz nyáron, mint az érettségétől, de így kb. Egy szinten van. Lehet, hogy kérdezi, hogy szeretem-e a szerves kémiát? Szerintem nekem olyan nincs. Lehet, hogy van. Várjál. Nem voltam jó sosem kémiából. Nem. Engedjük el. Balázs kérdezi, mikor töröd össze a kocsit zelőjével, nehogy megted? Kedves Balázs, hülye kérdése, hülye válasz, amikor neked barátnőd lesz. Kinga kérdezi, hogy megkóstolnád-e a nutellás penótot? Nem a spenót miatt, a nutella miatt. Hát így nem tudom, lehet sokan nem fogtok vele most egyet érteni, de én így nem tudom, én nekem mindig változik az ízlésem, még jobban szerettem a nutellát, mint a spenótot, de ez mondjuk már megfordult, és így... Nem, szóval utána egyszer-kétszer, mondjuk két havonta egyszer jó, de két dolgot vettem rajta észre. Az egyik az, hogy depressziós leszek utána tőlem, mert annyi tömény cukrot tol a szervezetembe, amit a természetesen, happy, de amikor ez kiürül, akkor egy ilyen gyakorlatilag elvonási tüneteim vannak, és így... Szóval emiatt annyira nem is csípem, ezen kívül pedig úgy nem tudom, nem vagyok kivékülve ezekkel a túl ízes fosokkal, ami elszállja, úgy nem. Csípem amúgy a spenótot most már jó. Régen a sóskát jobban bírtam, régen nem bírtam a spenótot, de most már az van, hogy a sóskát bírom kevesebbé, mint a spenótot. Kevésbé. Mi is kívántam egy kis spenótot. Holnap eszek spenótot. Kösz!
Rambó kérdezi, nem, Dávid kérdezi, bocs. Szereted a mákos lecsót? Nem vagyok kibékülve az instant fosás generátorral egy hétig, étkekkel, de nem. Hiszem, hogy szerettem, mert még nem ettem. Patrik kérdezi, Bözsi néninek elvitted a kakast? Elvittem volna, de szóltam neki, hogy Bözsi néni! Csokolád! Erről még baszott reagálni, szóval Bözsi néni... Faka! Krisztóf kérdezi, mikor lesz a következő CMT rész? Gyerekek, ezt majdnem minden videómban megkérdezitek, minden videóm alatt megkérdezi, Facebookon megkérdezitek. Az a baj, hogyha mindig megkérdezitek, akkor nem lesz előbb. Szóval ezt a minden videó alatti részt, meg minden szarász felelni az, hogy mikor lesz a következő CMT rész, fölösleges. Mindig jön minden, abban az időben, amikor neki jönnie kell. Péter kérdezi, mennyire kezdesz kiborulni a géped problémái miatt? Nem mondj ilyet, ez most működik. Gábor kérdezi, ciciket akarok? Gábor 6-kor tette fel ezt a kérdést este. Gábor, ne így áll. Fölönne délután 4-től. Please. Vagy ha ez kérdés, akkor... Vagy... Akkor már felkiáltoljad a végére. És akkor mondd meg, basszod, a ciciket akarok! Bettina kérdezi, mit választanál szép élet gyermekekkel, de kevés pénzzel, sok pénzzel, de gyerek nélkül. Vagy pedig sok pénzzel, de gyerek nélkül. Nem az egoizmus, mindjárt megmagyarázom, hogy miért mondom ezt, viszont én a sok pénzzel gyerekek nélkül életet választanám, mert... És ezt meg is akarom magyarázni nektek, hogy miért... Ahhoz, hogy egy gyermeket észszerűen föl tudjak nevelni, és jó gyerekkort tudjak neki biztosítani, ahhoz pénz kell. És ha pénzből kevés van, akkor nem akarom azt, hogy a gyermekemnek nélkülöznie kelljen, ami miatt nekem kevés pénzem van. Ezért inkább azt mondanám, hogy inkább ne legyen gyermekem, és cserébe sok pénzem, ez a cserébe, ez borzasztó egy idézőjelben van. Szóval inkább ne legyen gyerekem, csak ne kelljen nélkülöznie. Szóval inkább ez motoszkáljon tényleg a fejemben. De megkérdezi, szerinted léteznek szellemek, ufók vagy bármilyen más természet feletti dolgok? Nem hiszek kifejezetten így valamiben, hogy hú, biztos, hogy benne ufó, meg el van. Inkább azt mondom, hogy azt gondolni, hogy amikor még nem ismerjük az egész univerzumot és a világegyetemet, meg az egész mindenséget nem ismerjük, addig szerintem azt kijelenteni, hogy csak mi vagyunk és csak mi létezünk az egész egyetem, vagy világegyetembe, az kicsit felelőtlen és kicsit, hogy mondjam, ilyen fura dolog. Nem azt mondom, hogy az, hogy ufó, kizöld ember legyen, nyi. Nem így kell ezt az egészet elképzelni. Az, hogy mi így nézünk ki, ilyen formában, fejünk, kezünk, lábunk, testünk, szívünk, vérkeringésünk, fehérvérsége, minden baromira összetett, ez így alakult ki, és így létezik most. Miért ne létezhetne máshol is? Tök máshogy. És így egyszer ígyatok meg, nem tudom, 3 sört, és üljetek és gondolkozzatok ezen. És így... Ja... Bár mondjuk 3 sörtől nem néztek ki, de hogy így elkezdek gondolkozni azon, hogy tényleg mennyi mindennek kellett összejönni ahhoz, hogy én most megnyomjam az ujjamat, amin egyébként minden emberre sajátos új lenyomat van, meg amin egyébként ott van egy szarú hártya, amit körömnek hívnak, aminek a közepén egyébként ott, és így ad, és az fáj. És hogy ad mennyi dolognak kell lejátszódnia ahhoz, hogy az fájjon. És így miért alakulhatott volna ki máshol, máshogyan, totál máshogy. Szóval így nem hiszek UFO-ban, abban hiszek, hogy nagyon kis rétegét látjuk le a világnak, annak, ami valójában. Nem a srácok, amondom vagyok, hogy ennyi fért volna bele a mai kérdezfelelek videóba, így a végére kicsit ilyen filozófikusabb, komolyabb témával sikerült azért lezárni, viszont amondom vagyok, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogy ezzel is lássam, hogy mennyire érdekelnek titeket az ilyen videók, hogyha pedig látom, hogy szeretitek és látom, hogy tetszik nektek, akkor mindenféleképpen igyekszem legközelebb nem egy hónapos késéssel megcsinálni ezt a videót. Biztos, hogy találkozunk még addig, viszont akik csak a kérdezfelelek videók miatt vannak feliratkozva, azoknak üzenem, hogy nagyon sok boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket, illetve boldog új évet kívánok nektek. Találkozunk még egy következő videóban, amit még nem tudom, hogy milyen lesz. Remélem, hogy jól szórakoztatok, és szevasztok!